A műsor támogatta a Haris Park. Amennyire lehet külön kell választani megint csak a motivációt, tehát hogy miért szökik a kutya? A kutyáknak a mentális lefárasztása és a lábának a lefárasztása között azért van különbség. Tényleg csak azt vállaljon be állatot, pláne kutyát, akinek van ideje vele foglalkozni, mert különben annak a jószágnak ez büntetés. Szerinted egy átlag laikus kutyatartóknak hány százaléka ismeri? Itt van az, amit szoktál emlegetni, Kinga, hogy nem érzem ennek a jogi alapját, hogy lehetne az ilyen gazdákat megfogni. Most nem azt mondom, hogy ne hozzunk ki menhelyről kutyát, mert az handicappes, hanem ezzel tisztában kell lenni, mert különben egy csomó más problémát okozunk. Égnek áll a hajam, amikor azt mondja a tulajdonos, hogy én nem ivartalanítatom a kutyám, majd ha az állam támogatja, akkor ivartalanítatom, meg ilyenek. Tehát ez a felelősségátolás. Tehát vegyük tudomásul, hogy az állat tartás majd luxus hobbi. Üzenem az összes olyan gazdinak, aki olyan volt, mint én, hogy jó, hogy tyújtjük a mutyika, igazából nem a kutyával volt ott a baj, hanem velem.